Utoljára talán a Sztálin szobor állításánál voltak az emberek ennyire óvatosak. Aprólékos munka után 1980. október 20-án hajnali 2 órakor helyére került az első magyar atomerő. Az eredeti megállapodás után 14 évvel és az alapkőletétel után 5 évvel készült el a paksi atomerőmű. Az 1966-os szerződés az alapja a mostani megállapodásnak is. A levéltári dokumentumok között megtalálható a szovjet-magyar államközi egyezmény, amelybe akkor is egy hitelszerződés volt beleágyazva. Ebből kiderül, hogy a szovjetek 50 millió rubelt adtak 2%-os kamatozással az atomerőmű megépítésére. Ez 10 milliárd forintnak, vagyis mai áron 530 milliárdnak felelt meg, ami az akkori költségvetés 10%-a volt. A mostani építkezést jóval drágábban valósítanánk meg. A 3750 milliárd a 2014-es költségvetés 22,1%-a. Az apró Antal és Vlagyimir Novikov által jegyzett megállapodásról egyébként akkor sem volt szakmai konszenzus, ráadásul még a technológiát sem fejlesztették ki hozzá. Ők azért dolgoznak most, azért tesznek számunkra mindenki másnál vonzóbb ajánlatot, hogy ne veszítsenek el valamit, ahol ma jelen van. Azt nem tudni, hogy mások milyen ajánlatot tettek, ha tettek, hiszen tendert nem írtak ki, pedig korábban több erre utaló nyilatkozat is volt. 2012. júniusában Hanvas István, a paksi atomerőmű vezérigazgatója azt nyilatkozta, nagyon fontos feladat a tender megszervezése, azt mindenképpen ki kell írni. 2013. februárjában Szijjártó Péter a Magyar Nemzet beszámolója szerint arról beszélt, hogy tendert fognak kiírni, amire a Rosszatom minden bizonnyal erős pályázattal jelentkezik majd. 2013. júniusában Martonyi János külügyminiszter erősítette meg a pályáztatás tényét a külügyi bizottság előtt, és azt mondta, hogy az fogja megnyerni, aki a legjobb ajánlatot teszi. Egy hónappal később Szergej Novikov, a Rosszatom kommunikációs igazgatója azt nyilatkozta, hogy várják a tendert, és kifejtette, hogy szerinte kockázatos a kiíró számára, ha attól vesz fel hitelt, aki a beszállítója lesz. Kirill Komarov, a Rosszatom vezérigazgatója októberben nyilatkozott az Origónak, és ott még mindig pályázati kiírásról beszél. Szó nincs arról, hogy ez egy üzleti vállalkozás lenne, ez két állam együttműködése. Több szempontból is kedvez a kormánynak ez a konstrukció. Nemzetközi szerződésről ugyanis a parlamentben nem kell általános vitát folytatni, és társadalmi egyeztetést sem ír elő ilyenkor a törvény. Ráadásul az alaptörvény szerint nemzetközi szerződésről népszavazást sem lehet tartani. Az LMP ennek ellenére azt reméli, hogy Áder János kezdeményezhet népszavazást. A köztársasági elnöknek van felelőssége abban, hogy ne lehessen több generációra Magyarországot, a magyar energiarendszert kiszolgáltatni az oroszoknak. Az eddigi államfőknek is volt lehetőségük arra, hogy népszavazást kezdeményezzenek. Kérdés, hogy meg lehet-e úgy fogalmazni a kérdéseket, hogy a népszavazás kiírható legyen. Minden esetre a miniszterelnök ragaszkodik Paks fejlesztéséhez. A paksi atomerőmű nélkül csak egy szegény, lerongyolódott és nem versenyképes gazdasága lehet Magyarországnak. Ez a paksi atomerőművet népszerűsítő film is azt hirdeti, hogy nincs alternatívája az atomerőműnek, és a filmben virtuálisan már meg is épült az új blokk. Több ország viszont már az új utakat keresi, és ahhoz készít promóciós filmeket. A legrégebben kutatott és fejlesztett, de még csak elméletben létező fúziós erőművet mutatja be ez a film. Franciaországban már épül egy ilyen kísérleti erőmű. A fúziós erőműtől azt remélik, hogy a világ energiakrízisét megoldja úgy, hogy közben nem jelent akkora sugárveszélyt, mint az urán alapú atomerőmű. Benyó Rita, Hír 24.